Már használják a babaöbölt, amit a babás-mamás csevegősök egercsoport adományozott a Markot Ferenc Oktató Kórház és Rendelőintézet szülészeti osztályának. Az intézmény 2011 óta bababarát. A babaöböl lehetővé teszi, hogy az anyukák 24 órában a gyermekükkel lehessenek. Nagyon jó, hogy itt lehet folyamatosan mellettünk. Tehát nagyon kényelmes, hogyha a kisma pihen, akkor csak átfordul. Ha sír a baba, akkor könnyen magához tudja venni. Nem kell felkelni a kocsihoz, tehát mindenféleképp kényelmesebb. Az egyik közösségi oldalon a kismamákból és anyukákból alakult csapat január 20-án indította a gyűjtést. Folyamatosan csatlakoztak hozzá, egyébként Angliából és Amerikából is érkezett felajánlás, tehát ez egy kicsit túlnőtte magát a csoporton. Annyira lelkesek voltak a tagok, hogy az ismerőseik körében is népszerűsítették ezt a kezdeményezést. A csoport 400 ezer forintot gyűjtött, ebből 11 babaöbölt vásároltak az osztálynak, a fennmaradt összegből pedig 5 darab kékfény szettet, amit az újszülöttkori sárgaság gyógyítására használnak. A babaöböl, amit most az osztályunk kapott, arra való, hogy megvalósul a 24 órás roamingi rendszer, az igény szerinti szoktatás a kismamáknak, vagyis hogy folyamatosan együtt lehessen az újszülött és az édesanyja a gyermekágyos osztályon is. Elhangzott a kezdeményezéssel a helyi vállalkozók figyelmét is szerették volna felhívni, hogy az ügy mellé álljanak és segítséget nyújtsanak. A szülészeti osztályon tervezik többek között egy egyágyas és egy alternatív szülőszoba kialakítását is.